2015 őszétől indultak a kínai nyelvi és kulturális foglalkozások általános iskoláskorú gyerekek részére Pécsett. A tanulók heti rendszerességgel délutánonként vesznek részt a foglalkozásokon, melyek egyik fele kínai nyelvtanárok közreműködésével a nyelv oktatására fókuszál, a másik fele pedig a gazdag kínai kultúra megismertetésére törekszik. Nyáron a gyerekeknek két turnusban Konfúciusz napközis nyári tábort szerveznek, hogy a tanulók felfrissítsék mindazt a tudást, amit az elmúlt tanév során szereztek. A gyerekek itt együtt tanulják a kínai nyelvet, és érdekességeket hallanak a kínai kultúráról. Érdekesebbnél érdekesebb programokat szervezünk nekik. Sakkozunk, énekeket, verseket és táncokat tanulnak. A kínai harcművészet alapjait is oktatjuk, kungfuzunk és csikunggal is megismerkedhetnek az iskolások. Amit épp most csinálnak, ez az úgynevezett öt állatgyakorlat. Ezekkel a programokkal a gyerekek kínai nyelvtudásukat is gyarapíthatják. Amit a kínai nyelvről és kultúráról tanultak már a diákok, a táborban, a gyakorlatban is hasznosíthatják. Évente két turnusban szervezzük meg, ezek napközi táborok, tehát hétfőtől péntekig reggeltől délutánig tartanak, délelőtt kínai órák vannak, kínai kulturális programok, délután pedig valamilyen szabadidős program, strand, állatkert és társai, Zsolnai negyedbe mennek például a gyerekek. Körülbelül ilyen 20-25 fővel futnak a táboraink, háromszor étkezés, ajándékok, tök jó program. Ami fontos, hogy a tábor benne van az egyetemi tábori kínálatban, tehát bármelyik egyetemi kolléga tud jelentkezni, illetve el tudja küldni a gyerekét. Ezért ugye az egyetemi kollégák táboroztatási támogatást kapnak az egyetemtől, és ez az intézetünk is egy jó lehetőség, hogy megismerkedhetnek az intézetünkkel. Tehát a jövőben, illetve ők új diákként üdvözölhetjük esetleg őket ősztől, ha megtetszik nekik az intézetnél a kínai nyelvtanulása. Fennmaradnak ugyanúgy a gyerekcsoportjaink, többségük a Köztársaságtéri Általános Iskolában, de a Bánki Donát Általános Iskolában is indulnak kínai nyelvi osztályok, és a pécsi gimnáziumokban jelen vagyunk, és az egyetemi kurzusok is ugyanúgy fognak folytatódni, hogy eddig. A napközis tábort 7-14 éveseknek hirdették meg, de a nagyobbak közül többen visszajöttek, hogy segítsék a pedagógusok munkáját. Volt időnk arra, hogy csiszoljuk ezeknek a táboroknak a programjait, hiszen a 7. évfolyamban ez a 17. táborunk, és borzasztóan örülünk, mert egyre népszerűbb. Gondolom, hogy ez köszönhető annak is, hogy azokat az elemeket kihagytuk, amik a gyerekeket olyan különösképpen nem vonzották, megtartottuk azokat, amik mindig népszerűek, mint a csikung, a kungfu, a kislányoknál a tánc, a pecsételés, és ezeket erősítettük újabb dolgokkal. Nagyon várják a gyerekek a tábort, már most kérdezik, hogy lesz-e jövőre. Az első turnusunkban 16, most pedig 25 gyermek van. Az első évfolyamunkból, akik most 7. évet csinálták, nagy örömömre a legnagyobbakból 6-an visszajöttek a múlt heti táborba, mivel ők készülnek már a HSK 3-as nyelvvizsgára, és hát ilyen gyerekek is vannak, akik úgy döntöttek, hogy 5 napot, napi 3 órát kínait tanulnak. Úgyhogy ők délelőtt kínait tanultak, délután megjöhetett a szabad program. Az önkéntes kistanárokat, a kínai orvoslástanárokat és nyelvtanárokat egyaránt az Észak-Kínai Tudományos és Technológiai Egyetem küldi Pécsre. Ők általában egy évet töltenek Magyarországon. Ez az egy év mindig pont arra jó, hogy összeszokjunk a munkánkkal, a stílusunkat összecsiszoljuk. Nekik teljesen más a pedagógiai módszerük, mint a miénk. Ebbe igyekszem én következetes lenni, hogy a kínai iskolának mindig ugyanaz legyen a módszertana, de aztán, mikor elmennek, veszünk egy nagy levegőt, és ugyanolyan szeretettel és nyitott szívvel várjuk az új kollégákat, akiknek azért már sokkal könnyebb, mint amikor még elindítottuk a kínai iskolát. A kínai iskola szeptemberben kezdi meg 8. tanévét.